domináns baktérium, vagy az a domináns nem levegős élő világ, az az egység, ami benned ott van, ami nagyon domináns, az, ez tele van cellákkal, hol itt van az apartman, beköltözött, és amikor itt kimegy, akkor kimegy veled, és visszajön az egyensúlyod. Na ezt kellene arra használnunk, hogy beleköltöztetjük azokat a legjobb komposztanyagokat, meg azokat a legjobb mikróbákat, és leteszel alulra, akkor szépen dolja ki magából azokat a mikróbákat, ahogy jól tudnak. Ugye ez menni fog egész nap, ez egy biocsár, mondjuk ilyen patin készítő mellett, egyébként lesz majd itt meleg víz, a teát, vagy bármi mosakodni, bármilyen kell, akkor ez itt lehet. Következő, amiket fogunk még használni, különböző szerszámok. Többnyire az ásó, kapa, nagyharang, meg az összes ilyen kézi szerszám, az majd a kertnél lesz szükséges, és a... Mi az? A szürkevíznél. Szürkevízni. Gyere csak, vizes barátom! Egyébként, ha bármi olyan kérdés van, ami vízhez kapcsolódik, engedélyeztetés, hogyan, mind, merre, meddig, létszi ne egyszerre, de forduljatok a Rolandhoz, mert ő a vízügyi mérnökünk, egyébként tud ebbe egy csomó olyan. Ha nem is megoldás, de indítatásokat, hogy milyen úton indulj el. Szeretné elfelejteni a tudását, amit megtanulta a iskolában. Viszont tudja, hogy a kameránál kit, meg a hogy kell keresni, meg a hogy lehet elfelejteni az akármit, meg az összes ilyen szakszóval ki szokott engem segíteni. Igaz? Úgyhogy ezeket a kézisztel számokat már bemutattuk a múltkor Kecskeméten. Léci, vigyázzatok hátatokra, kezetekre, ne szorítsátok nagyon, mert vízfolyag lesz, csak lazán. Jó? Van még egy pár olyan szerszem, amivel nem dolgoztatok, viszont nagyon fontos. Van az egyik legegyszerűbbel kezdem, ott a technológia segít minket, ez egy lézeres szintező. Megnyomod a gombot, és akkor itt ez egy lézeres körszintező. És amikor megnyomod a gombot, akkor ez kivisz egy jelet az akárhova, az univerzumba. Egy biztos, hogy az szinten van. Az szinten van. Tehát van egy fix pontunk valahol a területen. Akkor van itt egy másik ilyen, ami ennek a vevője. Akkor erre van két különböző hang. Ez amikor nagyon magasan van, egy kicsit magasabban van. Ez amikor alacsonyan, és van egy ilyen ti, amikor pont szinten. Nem tudom, hogy miért megjöttek? Én nem. Igen. Ti hoztátok Nimből a... Nem a Paliból, nem. Nem, de hogy Nimből jön egy csapat, még lesz még egy ilyen. De ugye a lényeg az, hogy van itt 5 centi, és akkor ezt a jelet akárhol meg tudod találni 150 méteren belül. Ezt a vízszintet. Akkor innentől kezdve tudsz mérni. Teljesen mindegy, lefele, vagy felfele, mert valaki az eres csatornát fogja mérni, valaki pedig a területet. De hogy van egy fix pontod, amiből ki tudsz indulni, és akkor felfele, lefele tudsz mérni ezzel. Területenként az van még, hogy valamikor azt próbáljuk megmérni, hogy milyenek a szintek, tehát hogy hol magasabb, hol alacsonyabb. Domborzatot, igen. Kicsit törni magyar. Valamikor pedig találunk egy kulcspontot, és azt szeretnénk kiépíteni, és akkor viszont megyünk a területen úgy, hogy ugyanazt a jelet halljuk. Ez már kint a Berni összük. Ez a lézeres szintező körülbelül 80 ezer forintba kerül. Ha tényleg dolgoztuk vele, akkor nagyon-nagyon megspórolja az idejét. Van egy másik, az egyik legősibb metódunk, annak idején a piramisok is ezzel voltak, sima csöves vízmértéknek hívják, ti fogjátok összerakni, nem? Vannak benne számok, bármilyen furcsa, víz az kiegyenlíti egymást, ezt fel kell tölteni innen vízzel, és akárhova mész, akkor ez egyébként ugyanúgy mutatja. Ez azért jó, hogy például tudsz kanyarba is menni, és az a lézeres nem tud kanyarba mérni, fák vannak és nem tud benézni, akkor ez segít. Ez mennyibe kerül? Mi? Ez 3000 forint. Kérek! Ez így, ahogy van, 3000 forint, bármelyik barkásboltba tudsz venni. És ezt annak idején egyébként béllel csinálták a piramisokat, ezzel építették annak idején. Ez az egyik legis. Úgy, bocsássak, az ágyásokon kívül
a víz elvezetéshez elegendő ez, vagy kell hozzá az? Az már építkezési tud szinte, nem? Az egyszerűbb nagyobb területeknek a felmérésében majd látni fogják, hogy nem kell szaladgálni jobbra-balra, hanem... Bocsánat, ebből a csőből 50 méter hosszút is csinálhatok? Akármennyit, a víz, víz az a víz, hogy ne legyen benne buborék. Amikor... Minél hosszabb a cső, ha van benne buborék, akkor a szívás kellene. Tehát ki kell kergetni a buborékot, és akkor... Igazából ennek van egy trükkje, hogy úgy kell feltölteni, hogy az egyik része az magasabban van, a másik alatt mindig, hogyha alulról tudod tölteni, akkor tolja ki magából a buborékot. De egy idő után a buborék egyébként az úgy eltűnik, ha használod meg járatod. Meg kell nézni mindig, hogy amikor feltöltöd, egymás mellé teszed, és hogy nullánál van-e feltöltve. Mert ha buborékon mennék, utána kiszáll, akkor egy kicsit lejjen meg. Ezzel tudunk egyébként mérni, hogy a pontosan mérni. Van még egy, itt akarom beállítani. Pedig a száframe, amihez kelleni fog csavar-csavar behajtó, egy zsinór, valamiféle nehezék, és ennyire egyszerű a legészség. De én most ezt itt feltölteni, mert meg összerakni, mert ez lesz az egyik része nektek a gyakorlati része. De ahogy ez a legolcsóbb, körülbelül 500 forintból meg van, mert annyiból se, egy léc kell hozzá. Általában egy másfél méteres leceket szoktam használni, mert kettő keresztből, vagy kettő ilyen állagba. Harmadikat ide. Ide megy rá egy zsinór. Ezt a zsinót itt be fogjuk szintezni. Erre megy egy súly, azt felállítod, és a két lába, hogyha szintben van, akkor ahol a jelölésed van, ott fog az így, ott látod, hogy a függő, az vízszintesen. Köszönöm, ott egy bőző. Aha, van nálad? De jó. Úgyhogy ezt A-frame-nek hívják, ez az egyik legegyszerűbb, ennek az az előnye meg a hátránya, hogy ezek kis területeket tudsz csak megmérni. Nagyon nehéz egyébként, hogyha ki kell kerülni valamit, mert akkor ilyen mellékfogásokat kell tenni, hogy van egy kicsi technikai része. Arra kell még odafigyelni, hogy ne legyen hegyes, tehát simára kell mondani, egyenesre kell vágni. A-frame, tényleg pár csavar, a lényeg az, hogy két csavarra legyen minden megfogadva, hogy ne kelljen csiklani, botlani. Autó vagy bármilyen gumival is szokták egyébként összekötni a tetejét és a szélét. És mindjárt megmutatom akkor, hogy is lehet ezt egyébként pontosan kiszintelni. Van-e kérdés a szerszámokat? Ezek nekem a szerszámokat kell fogunk használni. Itt van kérdés. Nekem ezzel a harmadikkal kapcsolatban, hogy itt egyenlő szárú háromszögnek kell lennie, nem? Nem. Bármilyen? Lehet így is, úgy is. A lényeg az, hát amennyire tudod úgy egyszerűbb egyenes vonalat húzni. Mindjárt hozza a Berni, és akkor megmutatom, hogy mégis hogy tudod kalibrálni ezt. Jó. Most még ezzel kapcsolatban kérdés. Akkor a nap végén még annyi van, hogyha el tudunk jutni addig, akkor én fogok itt bemutatni egy pár locsoló rendszer. Hogy tudjátok egyébként a lehető legvízgazdaságosabban, meg milyen növénynek, milyen rendszernek, melyik a legjobb locsolási technikája. Itt a helyszínen, amit még látni fogtok, az az, hogy ez a hátsó rész lesz a kert, az kb. 1000 négyzetméter kertünk lesz most. 1000-1200 négyzetméter, ez látjuk, meddig jutunk el így a baba mellett. Ennek a teteje az már egy faiskola, úgyhogy oda be vannak téve kb. 2000-3000 vadalanyok. Ez azért, mert ez lesz az, amit így rá fogunk oltani, és akkor itt nekem a vágyam az, hogy gyümölcserdőcsítsünk, amit csak tudunk. Ez egy móriczkás változat. A lényeg az, hogy úgy tudjuk kalibrálni, hogy mindig szintes felszínre rakjuk. Nem. Ide rakom egy fix pontra, és a másik végét fentebb. Egy másik pontra. Erről próbálom belőni. És akkor ezt tuti, hogy nem is szintes. Azt tuti. Ránézésre is érzem. Akkor ott van egy jelen, igaz? Ugyanazokra a pontokra rárakom. Pontosabban. És akkor lesz két jelölésem. Ez egy lehetőt, így is, és hogyha megfelezen ezt a szakaszt, akkor az lesz a vízszintes.
Tehát úgy keresek felületet, hogy ez a függő ideessen. És akkor tudom, hogy sikerül olyan pontot találnom. Akkor ez a pont, ez a pont. Látjátok, a kicsőmbe az a 80 ezer, amikor pár hektár csinál, amikor pár hektár csinál. Értem, miért 80. Csak másfél métereket tudunk magadni. Viszont ebből nem merül le a felem, meg nem valami kell, meg vízálló is. Ez a három percem, ez kidolgoz bármint. De egyébként egy is, ezzel is meg lehet csinálni, csináltam a területeket. Azt nézzétek meg, hogy ennek a lábnak a szélessége, ez attól függ, hogy mennyit akartok befogni. Most egy kis kert, akkor egyszerűbb egyébként sokkal picibe tenni. Ha meg nagyobb területeken mérünk ki vízszinteket, vagy övárfokat, vagy bármilyet, akkor viszont lehet ilyen. Lehet vízszinteressel is haladni. Igen, ezzel az van, hogy még egy pontja van, vagy még egy-két olyan trükk van, amit érdemes tudni. Látjátok, hogy ez hegyes. Mi azt jelenti, hogy ott már ilyen centik vagy milliméterek egyébként így számítanak abba, hogy hova is megy ez a jel igazából. És például ki akarunk mérni egy szintvonalat a területen, azért, hogy egy árkot húzzunk. Ez azt jelenti, hogy azon menni fogunk végig sorba. Ha most tudom, hogy ide teszek majd egy jelölőt, aztán ide teszek egy jelölőt, és utána arrébb megyek, ide teszek egy jelölőt, meg ide. Hogyha ebben van egy picike, akkor az sok-sok pici lesz. Hogy az a lényeg, hogy amikor használjátok, akkor ez mindig forog. És úgy forog, hogy nem így, mert akkor már ott bele is marta magát a talajba, hanem úgy forog, hogy felemel, oda lemegy egy stick, egy zászló. És akkor azt tudom, hogy itt volt, és megfordul. Jó, és akkor lehet, hogy ebben lesz egy picike, de hogy a lényeg az, hogy nagyjából egyébként ami negatív, az pozitív, minden második biztos, hogy olyan. És de nem vízszintest akarok kurvi, hanem azt, hogy egy területen mondjuk 10-15 méter, hogy fordogáljon a víz. Hány százalékot lehet, hogy szeretnél? Hát ez az én kérdésem hozzá. 2%-nál többet ne tegyetek. Mennyi? 2%-nál több lejtőt ne tegyetek, mert akkor már erózió veszély van. Mert az építészetben 7%-ot mondanak az alapvízcsorgásra tetőnél, hogy 7%. Tetősíknál, hogy ne álljon meg a hó, vagy ne álljon meg az a rész. Igen, de a tetősík az egy szilárd felület, azon tud menni a víz. Területen 2%, és akkor azt tudod csinálni, hogy kell egy méternél. Mennyivel lesz az egyik oldalról a másik? Azért vagyok itt, hogy megkérdezem. Nem figyeltem, hogy te kérdezem. 2 centim. 100 centi, 2 centi. Tehát 2 centi, akkor azt tudod csinálni, hogy megvan itt a vízszinted, igaz? Igen. Akkor fogod és alá teszel ide egy 2 centis lapot. És az lesz a szint utána. Tudsz egyébként 5 centis, 10 centis, 20 centiset is segédvonalnak, hogyha gondolod. Hát például az van, hogy itt van egy fa előttem, és nem tudom végigvinni ezt a szintet. Akkor azt mondom, hogy innen kiállok ide, megnézem, hogy ez mennyi, és azt visszamérem utána, akkor kikerültem a párt, és akkor megyek tovább. És a 2 centis lejtést a vízmértékben is meg lehet csinálni? Ugyanúgy gondolom. Ugyanúgy. De a legjobb a 80 000-es. Azon be tudod állítani egyébként. Ja, hogy te tudod? Be tudod állítani, vagy a fent látod. Mert hogy ezen a mérő pártán 10 centiméterek vannak, 5 méterig kimérni. Jó? Ezen pedig? Ezen pedig centiméterek vannak, tehát azt jelenti, hogyha 0-0-nál van, akkor egyforma, igaz? Hogyha 1 centinél van, akkor 1 centi, tehát 2 centi, megesszük a 2 centiméterek. Kettőnél tovább már ne legyen. Van egy-két ilyen szám területen, láncképp, tájképnél. 2% felett már erózió veszély van, hogyha nincsen növénytakarás. Annál jobban már nem nagyon szoktunk egyébként csatornát elvezetni. De ezt használjuk is.
Tehát, hogyha szeretnénk, hogy a csatornánk vagy a csövünk valamit szállítson, például fekete vízben bizonyos darabok, akkor az 3% vagy fölé rakjuk. Aha. Lehet ez. A másik szám az a 12%-os lejtőnél. Már érdemes egyébként bevinni fákat vagy bokros rendszert. Mert ott már 18, igen, ott a, mert hogy a gyökér struktúrája olyan mély, és a lombkorona szintje a szén körforgása egyébként olyan molcs réteget hoz létre, hogy a téli időszakban is, amikor nincsen látszáró ott, akkor már tudja fogni azt az intenzív vízfolyamot. Ha van ott mögötted az a domboldal, és meg szeretném tudni, hogy most tanultam Kurgitól, hogy hány százalékos, az hány százalékos, azt a százalékot is meg tudom ezzel mérni? Az csak a 80-ezresek. Arra az lenne a lejány, milyen magasság is az a százalékok, de erre van az, hogy digitálisan leülsz, és akkor van a különböző térképek, színvonalas térkép, dróntérkép, bármi olyan, amivel fel tudod egészén mérni. 18% felett már erdősítünk, azaz fásleg erősítünk, és 24-26% felett már erdősíteni kell. Tehát az van, hogy azután már csak az agyag az, ami agyag és a szikla tudja tartani, az, tehát olyan szilárd felületet, ami lefolyik, de akkor is felgyorsítja a vizet, és erózió veszély van. Tehát ezek azok a százalékok, 12-ig úgy lehet azért gyártani, ami nagyon látható, tehát az azt jelenti, hogy az elég lapon. Jó, és teraszolásnál van még annyi, hogy 4%-kal lejtett befele. Általában. Ez a befele az a teraszadban, hogy megvan a felületednek, vagy a kerületednek, hogy terasz teszel bele, akkor befele lejtett. Ez azért van, ez teljesen csak mintázat. Tehát a vizet a lehető leghosszabb úton szeretnénk elvinni, igaz? Szerget folyni, akkor megmintáztatod. Akkor lefolyik, kifolyik a teraszról, utána az ott beszívódik, aztán megint kifolyik a felszíne, többnyire ott lesz majd egyébként forráspontot, hogy beerdősíted el. Úgyhogy 4-6%-os lejtést tudsz adni a teraszoknak. De egyébként ennyi, ami így a százalékos arányfő. Van-e még kérdés, valami, ami releváns a... Nekem még van még egy, hogy ez a borkásboltban milyen néven lehet venni ezeket a két... Ez slagos vízmérték. Ja, így lehet ez venni? Ez tetőléc. Aha. Ez pedig lézeres szintező. De a slagos vízmértéket így lehet slagos venni? Slagos vízmértéknek hívják egyébként, de össze is tudunk egyet rakni. Ha ügyesek vagytok, van egy ilyen tűz, simán egy slagot, kettő darab fél literes flakont rátesztek, rá lehet hekkelni egyébként nagyon egyszerűen. Rámelegíted a tetejét, és forog. Annyi a lényeg, hogy ezeknek a cuccoknak legyen egy lyuk a tetején, azért, hogy tudjon benne a motyó mozogni. Uh-huh. És amikor viszed, akkor próbáld meg befogni azért, mert hogyha így viszed, akkor ki fog menni a víz, és utána megint kalibrálhatod. Egyszerűbb annak is, hogyha adunk egy, ha területen dolgoztok, egyszerűbb, hogyha van egy bármiféle deszka, vagy egy ilyen tetőléc, és akkor arra rásötöd, uh-huh. És akkor azt tudod vinni a... Szeretem is látod, hogy mennyi a részén. Meg hogyha nagyon hosszú slagot használtok, akkor lehet, hogy nem fogjátok pontosan eltalálni azt a 10 centit. És érdemes egy tillefalackot, vagy ami nagyobb tartályt fölé rakni, és akkor, hogyha nagy a magasságkülönbség, és látnád, hogy jönne föl, akkor nem kifolyik, hanem belemegy a tillefalackba, ami egy sokkal többen, jobban el tudja fogadni. Jó, köszönöm. Annyit tennék, hogy ez a melegességnek százalék, hogy van, hogy az mindenkinek a mezőgazdasági parcella azonosító rendszerhez közvéve NEPÁR. Ja, hát így mondod, tudom. Oké, ott is megkülönbözteti a 12%-os meg a 17%-os lejtőt, csak ennyi. Uh-huh. Hát, hogy ennek tényleg jelentősége van. Hát nem csak ilyen szinten, hanem minden szinten. Csak ennyi volt. Szóval, hogy különböző technikákat használunk, megpróbáljuk a vizet megfogni. Itt van egy csomó vizes videó is, majd látni fogjátok. Kis rendszerek, nagyobb rendszerek, 1 hektár, 1000 négyzetméter, pár hektár, nagy területeknek a vízrendszerei. Fenn van a moston. Van-e valaki, aki nem tudja mostot használni? Jó, akkor ezt ma megoldjuk, hogy nem mész haza. Van egy csomó munkát.
A munka végén az összes videó, van egy csomó olyan videó, ami érdemes ezekre. És abban egyébként nagyon részletesen elmagyarázom a kicsinél, a nagyobbnál és a még nagyobbnál. De hogy attól még, hogy például tudunk technikákat, ma meg fogjuk találni, hogy az övárkot, na tegyétek mindenhol övárkot. Voltak olyan diákok, akik még a fürdőszobában is azt próbálták. A szappan az majd úgyhogyan el tudok. Nem szükséges a talajtakarás van, meg ha talajnövényzet van ezen a klímán, nem, sok esetben nem szükséges olyan földmunkát csinálni, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell vízszinteket mérni. Vízszintekre lévő ültetés nagyon fontos. És főleg fás rendszereknél, mert hogy a vízszinteken ugyanúgy a gyökér az össze fog kapcsolódni, és akkor tudod struktúrálni a területet úgy, és ez persze nem úgy lesz, mint a Nepáron általában, hanem a vízszintek azok teljesen mások, a fizikai és a jogi részek azok nem szokták követni egyébként a természetes formákat, ha csak nem völgyben vagy a hegygerincen van. De általában a növényekkel tudjuk ezt harmonizálni. Ha össze tudod érinteni a gyökérrendszert, akkor ott víztartó képesség van, az olyan, mint hogy egy víztartályt hoztál volna létre. De majd erre később beszélgetünk meg, ugye nyáron a táborban lesz egy csomó olyan munka, ami nagyföldmunka. Következő gyakorlati alkalom egyébként az a talaj, a talajmunkák, úgyhogy valószínűleg valami tavat bepakuntunk valahova. Nem tudjuk, hogy hol lesz pontosan, de van egy pár tó képbe. Van-e még kérdés, vagy elkezdjük? És akkor technikai megvalósításban lesz itt egy kis vízrendszer, kis szürke vízrendszer, igaz? Egy zsírfogó, és utána egy kis ülepítőféle, és eljutunk el a szürke vízrendszerhez. Igen, az lesz ez a része. Az esővíznél lesz, igen, meg víztartályokat, víztartályt teszünk oda be, és a területeken meg ágyások és szintvonalaknak a mérése, igaz? Mi? Szintezés, igen. Úgyhogy, melyik a szintes területes csapat? Ott a végén. Területek a másik oldalon. Akkor, amire neked szükségetek, hogy a csoportbehajtó... Szerve. De ne lépj a lábam. Szerve. Én nagyon fáj. Szerencsére még időben a lépjük a lábát, mert frászt kaptam, hogy összetöri. Van egy ilyen nagyon Vagytok, úgyhogy én meg jövök ide az Istvánnal, és megmutatom, hogy nem is egyébként bemehetünk a... Ide már ki kell hoznom majd a csatornákat. És akkor egy pár szóval mondom, hogy mit lehet. Aha, igen, igen, ott mérjük. Ja, és a WC az egy darab van itt. A gyengét azt el lehet intézni bárhol, a nagy az teljesen jó. És ilyen szabad foglalkozásban van ez, nem állunk meg kicsit szünetre.